Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. A Kaponyai csatára emlékeztek. A szövetség összehangolt segítséget kínál Kárpátaljának és a menekülteket fogadó Kelet-Szlovákiának. Bolyai szobrot avattak Zentán. Híreink bővebben. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc során lezajlott Kaponyai csata tiszteletére szervezett megemlékezést a bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ és a helyi Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság. A bajmoki paprenyacsai temetőben Töröki Pál sírjánál koszorúztak a megemlékezők. Töröki Pál 8 másik társával vett részt az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharcban. A Kaponyai csata után telepedett le Bajmokon, ahol kántortanítóként tevékenykedett. Kis Rózsa, Töröki Pál unokája minden évben kilátogat a megemlékezésre. Évre-jövőre itt megjelenünk, és tiszteletünket adjuk az összes forradalmának, akik kiharcolták ezt a szabadságot, az utókornak. A megemlékezés a Kaponyai ütközet helyszínén folytatódott. 1849. március 5-én Gál László alezredes 3500 katonájával harcolt a Szeged felé vonuló túlerőben lévő szerb csapatokkal. A szervek megnyerték a tűzőrségi párbajt, ilyenkor vissza kell vonulni, más nem tehetünk. A szervek azt hitték, hogy ez menekülésről van, szóval ők győztek, és ugye ők elkezdtek átkelni a Krivaján, a hídon keresztül, tehát megbomlott a csatarendjük. És akkor a Gál László, meg a magyar hadvereg ezt észrevették, akkor ugye szervetet megindított nagy szuronroham, és ezt a szerbeket visszaűzték a túloldalra. A hagyomány, a bátorság és a tisztelet jegyében zajlik az ünnep, mondta beszédében dr. Pásztor Bálint, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. Velünk együtt élők akkor is és azóta is az erőt, illetve a kiállást, a szívosságot tisztelik, és akkor tudunk mi eredményeket elérni, ha velünk együtt élőkkel szót tudunk érteni, velük pedig akkor tudunk szót érteni, hogyha tisztelnek bennünket, ennek a tiszteletnek pedig a bátorság, a kiállás és a szívosság az alapja. Ma természetesen már más eszközökkel küzdünk a céljaink elérése érdekében, de ugyanúgy meg kell tudni fogalmazni a célokat, ugyanúgy szövetségeseket kell tudni hozzá biztosítani, és szükség van a bátorságra, a szívosságra és a kiállásra. Az ünnepség végén a Kaponyai csata emlékművénél egyebek között Magyarország szabadkai főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait. A szövetség összehangolt segítséget kínál Kárpátaljának és a menekülteket fogadó Kelet-Szlovákiának. Kárpátalján az emberek egyelőre nincsenek közvetlen életveszélyben. Korábban 1945-44 körülbelül a legnagyobb háború bezajlik. Jön a nap minden következményével. A szövetségpárt vezetése Felvidék legnagyobb magyar társadalmi szervezeteivel és egyházi képviselőivel egyeztetett Dunaszerdahelyen a Kárpátaljának biztosított összehangolt segítségnyújtásról. A megbeszélésbe online kapcsolódott be Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, és Pataki Károly Kassa megye alelnöke, akik a kárpátaljai és a kelet-szlovákiai aktuális helyzetről tájékoztattak. Elmondták, hogy elsősorban milyen segítséget várnak. A szövetség a segítségnyújtást szeretné szervezetté és hatékonnyá tenni. A párt honlapján egy aloldal indul, ahol a segíteni akaró jó szándékú emberek folyamatos tájékoztatást kapnak arról, hogy az egyes régiókban hol és kikkel léphetnek kapcsolatba. A járási koordinátorok személye is fel lesznek tüntetve elérhetőséggel, és ott fognak megjelenni azok a gyűjtőpontok is, ahol esetleg az adományokat le lehet adni. Transzparens számlát is nyitunk, ahol tulajdonképpen az emberek az adományaikkal tudják segíteni a Kárpátaljai régiót, illetve az Ukrajnában élő embereket. Fejetlenség és káosz uralkodik jelen pillanatban a határátkelő helyeken, segítségnyújtásra ott is szükség van, és ott jelezték is a polgármesterek, hogy amennyiben pokrócokkal tudunk segíteni, vagy pedig vízforralókkal, hősugárzókkal, az nagy segítség lenne az élelmiszeren és a higiéniai eszközökön kívül. Ugyanúgy mindenkit kérünk, aki raktározási lehetőségekkel rendelkezik, vagy fuvarozási lehetőségekkel rendelkezik, és ilyen formában tudna segíteni, hogy ezt a segítségnyújtást jelezze, kérem. Az orosz-ukrán háború következtében nagy nyomás nehezedik Dunaszerdahely kárpátaljai testvérvárosára, a határmenti Beregszászra is.
Babiák Zoltán, a kárpátaljai település vezetője levélben fordult segítségért a testvérvárosok polgármestereihez. Dunaszerdahely is jó szívvel csatlakozik a segítségnyújtáshoz. A Sikabonyi Közösségi Házban március 1-től gyűjtőpontot hoz létre, ahová az adományokat várják. Munkanapokon reggel 8 és 18 óra között elsősorban tartós élelmiszerrel, tisztálkodási és tisztítószerekkel lehet segíteni a rászorulókat. Az önkormányzat pedig az ő kérésükre egy villanyfejlesztő gépet, agregátort fog vásárolni, ezen kívül egy utánfutót és két egyköbös víztartályt, amelyet szeretnének felhasználni, és ezen kívül még automata biztosítéktáblát is, olyan helyzetben, hogyha nincs esetleg villany, hogy tudjon működni az önkormányzat. Az a fontos, hogy amikor szüksége van az önkormányzatnak, akkor kapja meg ezeket az eszközöket és az élelmiszereket. Én azt hiszem, hogy a célzott segítség a legmegfelelőbb, nem a gyors segítség, hanem a célzott segítség. Az ottani szervezést és irányítást is meg kell szervezni, hogy tudják megfelelő módon fogadni. Az első adomány jövő héten indulhat Dunaszerdahelyről. Kárpátalján az emberek egyelőre nincsenek közvetlen életveszélyben, nincs hiány semmiből, az önkormányzat fennakadásokkal, de működik. Amennyiben az orosz-ukrán háború elhúzódik és kiterjed Ukrajna nyugati ország részére is, akkor ebben a térségben szintén minden segítségre szükség lesz. Erre szeretnének most felkészülni. Új formát öltött a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium egyik névadójának, Bolyai Farkas matematikusnak a mellszobra, mely az intézmény udvarán áll már több mint egy évtizede. Ünnepélyes keretek között leplezték le. Közel 250 vajdaság különböző szegletéből érkezett diákoktatásra zajlik jelenleg a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, ahol matematikai, számítástechnikai és képzőművészeti szakon folyik a tehetséggondozás. Az iskola névadói Bolyai Farkas és Bolyai János előtt tisztelegve avatták fel a szobrot. Mi az ő szellemiségükből merítjük azt a támaszt a mindennapi tevékenységünkhöz, mely alapján több rétű, többfajta tehetséggondozó oktatást szervezünk az iskolában, és amely szerint egy hosszú kitartásra, alapos, mély munkára tanítjuk a gyerekeinket. A vajdasági tehetséggondozásnak van gyökere és jövője is, amelyben támaszként folyamatosan jelen voltunk és leszünk. Jelentette ki ünnepi beszédében Szakála Zsolt tartományi oktatási titkár. Minden diákban van tehetség, minden emberben van tehetség, és tehát a tartományi oktatási titkárság, de elmondhatom valójában az egész tartományi kormány is egy hangsúlyozott dolognak tartja a diákok képességeinek a fejlesztését. A Vajdasági Magyar Szövetség folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar tagozatok megmaradjanak, az anyanyelven való oktatás megtartása az egyik alapfeladatunk, mondta el Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke. Tudományosan bizonyított tény, hogy legkönnyebben a saját anyanyelvén tudja az a gyerek elsajátítani a tananyagot, másrészt a magyar nyelvű oktatás többlettudást is ad, illetve sokkal gazdagabb kapcsolatrendszert, amit aztán kamatoztatni tudnak a diákok. Az iskola tanára Balla Ákos, Zvara keze munkáját dicsérő mellszobrot Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és Szeglédi Rudolf zenta polgármestere leplezte le. 20 éves a budapesti Terrorháza Múzeum. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából konferenciát szerveztek. Vörös csillag a kereszt ellen elnevezéssel tartott a konferenciát Budapesten, a Terrorháza Múzeumban, a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán és az intézmény 20 éves fennállása alkalmából. Az eseményen részt vett többek közt Herceg Anita, Áder János magyar köztársasági elnök felesége, illetve Kövér László. A Magyarországgyűlés elnöke beszédében az identitás fontosságáról és nagyvállalatok államok feletti hatalmáról is beszélt. A statisztikai adatok szerint a globális tőkekoncentrációs folyamatok következményeként napjainkra a világ 10 legerősebb magáncégének összesített tőke ereje nagyobb, mint a világ 180 szuverén államának együttesen. Mint tudjuk, az Egyesült Nemzetek Szervezete napjainkban mindösszesen 193 szuverén államot tart nyilván a nagyvilágban. 2017-ben a világ 100 legnagyobb bevételt generáló entitásának listáján
71 multinacionális vállalat, azaz államhatárokon átívelő magánhatalmi csoport szerepelt, és csak 29 állam, mint közhatalom. A múzeum és a Szent István Intézet közös eseménye Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója azt mondta, arra törekedtek a múzeummal, hogy a bűn ne maradjon büntetlen, hogy végre neki lehessen kezdeni a gyászmunkának. A Terrorháza Múzeum mementóvá vált. A város szívében, az elegáns sugárút közepén, a magyar nemzet élő lelkiismereteként hirdeti, hogy a múltat be kell vallani, hogy az igazságot nem lehet eltagadni, hogy bosszút ugyan nem álltunk, és a terrorista múltat múzeumba zártuk, hogy jelenünknek és jövőnknek ne legyen része, de nem felejtünk. A félelmet, amit keltettek bennünk, a zsigereinkben hordozzuk, és gondunk lesz rá, hogy ilyet többé ne tehessenek velünk. Telet üztek Mohácson. Több mint 2000 busó vonult fel a magyarországi településen, hogy végérvényesen előzzék a hideg évszakot és köszöntsék a tavaszt. Kerepelőkkel, kolompokkal a kezükben, állarcokban űzték a telet Mohács utcáin a busok. A tavasz záró télűző néphagyományt évszázadokkal ezelőtt egy horvát népcsoport, a sokácok honosították meg a magyarországi településen. A legenda szerint a 16. században a mohácsi sokácok félelmetes állarcokban csörgő, csattogó tárgyakkal ijesztették el a török csapatokat. Innen ered a most már turisztikai attrakcióként is nagy sikert arató népszokás. Ez alkalommal a tél is bekeményített, hideg, szeles, esős időjárással mutatta meg a fogafehérjét. A busókat azonban ez nem riasztotta el, szép számban összegyűltek itt Mohácson, és nekivágtak annak, hogy ez alkalommal is elűzzék ezt a telet, és elhozzák a tavaszt. Mi pedig csatlakozunk hozzájuk. Magyarországról, illetve a környező országokból sokan mentek el, hogy a busókkal közösen üzzék el a telet. Igazából mindannyian Pécsről érkeztünk, kis kiruccanásképpen. Egyébként hát mondjuk az első az így nem várt volt eredetileg, de igazából úgy volt, hogy én például soha nem voltam még ezen a rendezvényen, mindenképpen el akartam jönni. Rengeteg ember van, de az esettől függetlenül nagyon jól érezzük magunkat. Ez egy jó hangulat van, úgyhogy reméljük, hogy az idő is majd kegyes lesz hozzánk. A maszkokba öltözött busók nem csak a telet űzik, egyéb céljaik is vannak. A vendégeket minél jobb kedvre deríteni, illetve van egy olyan hagyománya is a busójárásnak, hogy termékenységet varázsolunk a lányok felé. Körbeugráljuk őket, mindig valamilyen kis cukrot vagy ajándékot csempészünk a zsebükbe, vagy tollat szórunk éppen a hajukba. Ez mind a mi kedvességünket mutatja. Annak érdekében, hogy könnyen és sikeresen tudják végezni a dolgukat, a busóknak segítőik is vannak. A mi szerepünk az, hogy segítsük őket, ugye, mert nehezen látnak ki az állarc alatt, és nagyon jó érzés így átváltozni, beöltözni. Busóink is vannak egyébként, tehát nem csak Banyákból áll a csoport, és csodálatosan szép sokaclányaink. Nálunk vannak a legszebb sokaclányok. És miben segítik a Banyák a busókat? Mindenben. Mindenben is. Is. Amit a busók kérnek, abban mi mind segítünk. És azt mind megkapják. Ebben a pár napban. Aztán az év többi napján ez megfordul. Mindezt megelőzően a hagyományokhoz híven a busók csónakokkal keltek át a Dunán a Sokác révben. Átevesztünk a Dunán, ez egy régi szokás. Hát tulajdonképpen a szigeti emberek, amikor busójárásra jöttek, ugye nem volt még ilyen közlekedés, hajóközlekedés, kompközlekedés, és akkor ladikkal átjöttek, áteveztek a Dunán. De ez egy legendához is kapcsolódik, ugye a törökűzés legendához is, ami arról szól, hogy a éjszaka lepre alatt áteveztek a busók macskorába, és elűzték a törököt. Na most ezt próbáljuk mi így feleleveníteni. A farsangi rendezvényen a vendégeket több helyszínen várták, színpadokkal, kézműves bemutatókkal, vásárokkal, gasztroudvarokkal a szervezők. A fő utca teljes tengelyében találhatóak különböző programok, illetve színterek. Két helyen van gasztroudvar,
illetve 4 vagy 5 helyen van, attól függ, tehát évtől függően 4 vagy 5 helyen van színpad felépítve, ahol különböző kulturális események, bemutatók, busócsoportok, néptánccsoportok, zenekarok bemutatói tekinthetőek meg. Sötétedéskor az egybegyűltek a település központjában, mágián égettek el egy szalmabábot, ami a telet jelképezte. Szuszékokra rót üzenet címmel könyvbemutatót tartottak Rimaszombatban. A részletek következnek. Makoldi Sándor Szuszékokra rót üzenet címmel jelent meg az a 340 oldalas, színes, keménykötésű kiadvány, amely ősi bútorunk az ácsolt láda jeleit, titkait, üzeneteit taglalja. A könyvszerzőjének első gyűjtő területe az ácsolt ládák kapcsán a Felvidék volt, azon belül is Gömör, majd az egész Kárpát-medence, ahol gyűjtötte a jelen könyv anyagát. Váratlan halála után felesége rendezte az egész anyagot kötetbe, aki néprajzosként a kezdetektől együtt dolgozott vele. A könyvet első alkalommal éppen ezért Gömörben, Rimaszombatban mutatták be. Mi még főiskolás korunkban szoktunk rá arra, hogy a szuszékokat gyűjtsük, illetve fényképezzük és keressük, mert első látásra szerelem volt. Tulajdonképpen 50 éve foglalkozunk vele. Tulajdonképpen az egész Kárpát-medencében próbáltuk összegyűjteni a típusokat, de főleg Gömör és a Felvidék anyaga, ami megfogott minket, az indított eleve. Tehát először sírokon eger mellett gyűjtöttünk szuszékot, és aztán úgy terjedt ki a látószögünk erre a vidékre, és az évek során gyűlt az anyag, és most a közönség elé szeretnénk tárni. A könyv hiánypótló a maga nemében, hiszen a láda geometrikus jeleinek értelmezésével eddig alig foglalkozott a szakma, hangzott el Pap Gábor előadásában, aki egyben rámutatott arra a tényre is, hogy mekkora kincsről van szó. Itt egy hatalmas kulturális kincsről van szó, művelődési kincsről, amit egészen idáig egy kicsit, ha tisztelettel is, mert nem mondhatjuk azért, hogy ennek nem volt szakirodalma, de mindig, minthogyha ezek csak díszített kis tárgyféleségek lettek volna. Ők tulajdonképpen két kifejezést használnak folyamatosan. Mind a két kifejezés sűrűn szerepel a könyvben. Az egyik az, hogy kozmikus, a másik az, hogy szakrális. Na most a szakrálist rögtön tudjuk bizonyítani. Tehát ez a vonal, ez tényleg bizonyítható. Tudnék, az elhelyezésük a hagyományos paraszti belsőségben pontosan megfelel annak, ahogy az oltárnak a helye van, egy analóg módon kialakított szakrális térben. És ezt nagyon szépen ki is fejtik. Na de a kozmikus jelentések, hát azok bizony nagyon tág keretek közt értelmezhetők, tehát ott még nagyon sok a bizonytalanság. A díszes kelengyés ládák, mint megbecsült bútorok, a házban a fő helyet foglalták el régebben. A ládák szerkezetére egyaránt jellemző, hogy a kemény fából hasított, bárdolt oldal és fenék deszkáikat, meg a csapokon forgó tetejét 4 sarokpillérláb tartja össze faszögekkel. Ezért könnyen szétszedhetőek, összerakhatóak és szállíthatóak. A könyvben külön hangsúlyt kap a gömöri kelengye ládák igen gazdag mintaanyagának elemzése. Nőnapi kézimunka kiállítást tartottak Oromon. Szebbnél szebb díjazott kézimunkák kaptak helyet a bemutatón. Az eseményt citera zenével nyitották meg. Kormányos Kávai Lévia gyermekkora óta foglalkozik horgolással és hímezéssel. Most a kiállításra 60 év munkáját hozta el bemutatni. A mostani kiállításra vannak horgolásaim, vannak fehér hímzéseim, és vannak színes hímzéseim. Közöttük van húsvéti terítő, karácsonyi terítő, tehát a színesek azok általában alkalmi jellegűek. Sándor Ibolya az internetről tanulta meg a tojásdíszítés fortéjait. Fúrógéppel fúrtam ki, és utána átdolgoztam, befényeztem. Ezt egy 5 éve csinálom, és nagyon szeretem csinálni, habár nagyon-nagyon technikás a tojáskészítés,
de itt más nem csinálja oromon. Magyarságunkat minden lehetséges módon ápolni kell, emelte ki Újvári Zsombor, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje. A magyarságunk egyik alappillére a nyelv mellett azok a hagyományok, azok a hagyományos kézi munkák, azok a hagyományos magyar motivumokkal teli kézműves termékek, legyen szó akár egy csipkéről, legyen szó akár egy hímzésről, vagy akár egy mézes kalásról, amelyek számunkra, mikor ránézünk, akkor tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, hogy ez hozzánk tartozik. A kiállítás darabjait a Magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet szakkörprogram keretein belül készítették a Zengő Tájház Nők és Fiatalok Kézműves Egyesületének tagjai. Nőnapi kézimunka kiállítás már évek óta megszervezzük, és most társult hozzá Zengő Kézműves, mivel hogy ezt a programot befejeztük, és szerettünk volna ennek egy ünnepi hangulatot keríteni, és alkalmunk volt most ezt kihasználni. A tervek szerint az Egyesület a jövőben gyermektáborokban is elviszi majd a nemezelés és a mézecskalás sütés fortéjait, mivel a fiatal generáció is nagy érdeklődés mutatott az egykori mesterségek iránt. Iskolanapot ünnepeltek Oromhegyesen. Az iskola Arany Jánosról kapta a nevét. Az író 205 éve született. Erről emlékeztek meg. Énekkel, verssel és tánccal tisztelegtek a magyar költő több mint 200 éves évfordulója alkalmából az iskola tanulói. Arany Jánosról tanultuk, hogy Petőfivel barátságban voltak, 19. századi költő, és amit szeretek tőle olvasni, az a Családi kör és a Toldi című regénye. A megjelent vendégeket, a Szabadkai Testvériskola, a községi vezetőség tagjait, illetve a megjelent oktatási intézmények vezetőit Vajda Attila iskolaigazgató köszöntötte, ezt követően pedig Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanácselnöke mondott beszédet. Itt a Teleskai dombok tetején, a hegyen, hogy így mondjam, szintekintve azt látjuk, hogy bizony fontos szerepet tud betölteni ez a közösség. Mindig is meghatározó szerepe volt, és mint falusi iskola az utolsó pillanatig meg kell őriznie, meg kell tartani azt az erőt, azt az értéket, amely arról szól, hogy magyar nyelven megőrizni az oktatást. Felszámmel Robert Magyar Kanizsa polgármestere elmondta, hogy az intézmény a következő időszakban is számíthat az önkormányzat támogatására. Tavaly főleg az informatikai fejlesztés és a tantermeknek a korszerűsítése volt célkeresztben. Az idei évben bízom benne, hogy egy kicsit hozzá tudunk nyúlni az infrastruktúrához is, hiszen itt most történetesen Oromhegyesen az egyik fő feladat az iskola külső rendbetétele és az iskolai udvarnak a felújítása. Az Arany János Általános Iskolában 5 település 250 gyermeket tanul. Arany János nem kell bemutatni a magyar embereknek itt a mi közösségünkben, és akkor hát én azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy miért fontos ez számunkra, hogy megemlékezzünk róla. Könyvbemutató tartottak a kucorai római katolikus templom történetéről. A Verbász községhez tartozó Kucora ruszin, horvát, szerb és magyar lakta falu. Az évek múlásával azonban egyre kevesebb a magyar lakosok száma. A háromharangos római katolikus templom 1859-ben épült, és a Minden Szentek nevet kapta. Szabadi Károly, verbászi plébános tartja a szentmiséket, félig magyar, félig horvát nyelven. Különlegessége, hogy mind magyar templomot építették, és hát a környékén nem volt másik, csak Kulán, ahol akkor jóval többen németül beszéltek, és a különlegessége, hogy összefogtak akkor is, nagyon gyorsan fölépült a templom. A településen mindig is a ruszin lakosok voltak többségben. A legutóbbi népszámlálás szerint a 4300 lakosból mindössze 354-en beszélnek magyarul. Többségük idős, magyar nyelvű oktatás pedig egyáltalán nincs. Én úgy gondolom, az ilyen településeken, mint Kucora is, ahol a magyarság kisebb száma van már évek óta, nincsen magyar oktatás, de a polgárok kitartanak, kultúrájuk kitartanak, hagyományaik, hitük mellett, és természetesen magyarságuk mellett is. Ezek az ilyen összejövetelek nagyon fontosak a megmaradás a további építkezés szemszögéből. A kucorai templomról szóló könyv Antón Édith tollából íródott horvát nyelven.
2019-ben volt a templom építésének 160. évfordulója. A gyülekezet és a lelkészek tanácsa úgy döntött, hogy megünnepeljük ezt az évfordulót. Szeptemberben készítettünk először kiállítást régi fényképekből, de született egy ötlet, hogy írjunk egy könyvet róla. A könyv megismerteti az olvasót a kucorai római katolikusok életével. Címsorokban aprólékosan leírja, majd fényképekkel bemutatja a templom mai és régi kinézetét. Röviden közli a papok életrajzát, valamint a legfontosabb események listáját is. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra! We'll be right back.